Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják, ezek lesznek mai legfontosabb híreink. LED csereprogram. Energiatakarékos izzókat igényelhetnek a budakalászi lakosok. Nyílt hét. A Kalász Alapfokú Művészeti Iskola várja az érdeklődőket. Április 22-e és 26-a között. Megelőzés. Dr. Szalkai László állatorvost kérdeztük az élősködők elleni védekezésről és az ivartalanítás fontosságáról. Jövő szerdán este közmeghallgatás lesz, ahol Budakalász lakói az egyéni körzetekben a kompenzációs listáról bekerült képviselőkhöz intézhetik a közügyekkel kapcsolatos kérdéseiket és javaslataikat, így közvetlenül is részt vehetnek az önkormányzati feladatok meghatározásában és végrehajtásában. Április 24-én szerdán 18 órakor kezdődik a faluház nagy termében a tanácskozás. Aki szeretné, előre is elküldheti a kérdéseit írásban a közmeghallgatás@budakalász.hu címre. Április 22-én hétfőn délig. Március óta ingyenes LED csereprogramra regisztrálhatnak a budakalászi lakosok. Egy átlagos magyar háztartás villanyszámlájában a világítás költsége 30%. Ennek 80-85%-a megtakarítható lesz annak, aki él a lehetőséggel és LED-re cseréli a hagyományos villanykörtéit. A Szájáb Energia Megoldások Kft. Ingyenesen biztosítja ehhez az energiatakarékos izzókat. Miért érdemes LED-re váltani? Jelentős energiamegtakarítás és jelentős költségcsökkentés a hagyományos izzókhoz képest. Hosszú, akár 10 éves élettartam. Egyenletes fény, jó fényhasznosítás. A kisebb energiafelhasználásnak és a kevesebb keletkező hulladéknak köszönhetően alacsonyabb környezeti terhelés. Apró, de fontos lépés, hogy jobbá tegyük környezetünket. Az Egyszével Kalászért Egyesület fontosnak tartja budakalászi háztartások kiadásainak csökkentését, ezért kerestem a kapcsolatot és kötöttem szerződést a Szájebben. Ezzel a megállapodással lehetőség nyílik a budakalásziak számára az ingyenes LED csere programhoz csatlakozni. Ezzel a megoldással nem csak a budakalásziak kiadásait csökkentjük, ez egy környezetbarát megoldás, és nagyon fontos számunkra, hogy Budakalász itt van a természet mellett, tehát fontos a természet közeliség megőrzése, és fontos számunkra az, hogy budakalásziak egyre inkább környezettudatosabbá váljanak. A budakalásziak regisztrálni április 1-e és 30-a között tudnak, az Egy Szívvel Kalászért Egyesület oldalán található felületen. A ledeket május közepétől szállítják ki. Meg kell adni a személyes adatokat, tehát az, akinek a nevére szól a villanyszámla, az ő adatait kell megadni, utána egy program vezet végig, hogy a konyhában hány égő van, milyen foglalat, milyen teljesítményű a nappaliban, a hálószobában, egyéb helyiségekben, és ez alapján, ezután a regisztrációnak a legvégén meg kell adni a legutolsó villanyszámlának az adatait, föl kell tölteni a villanyszámlát, és ami a legfontosabb, hogy van egy átvételi helyszínt meg lehet jelölni, tehát átvételi helyszínnek mindenféleképp Budakalász jelöljék meg. Illetve előfordul az is, hogy valaki kicsit jobban megnyomja a tollat, tehát nagyobb órahasználatot ír, vagy nagyobb teljesítményű égőket, ami ugye a villanyszámlából látszik, tehát akkor ír a program még a regisztráció lezárása előtt, hogy biztos, hogy minden adatot jól jelölt meg, és akkor vissza lehet menni, és akkor meg lehet nézni, hogy például a hálószobában valószínű, hogy nem még 2 óra hosszat az égő, csak 1 óra hosszat. Tehát ezeket érdemes kijavítgatni, hiszen csak a tényleges villanyszámla alapján fognak ledégőket adni. Ott, ahol nem éri meg ledégőre kicserélni, ott tényleg pazarlás lenne. Izzócsere előtt nem elég a fali kapcsolót lekapcsolni, a biztonságos cseréhez mindig kapcsoljuk le a biztosítót is. A kiégett izzók újrahasznosíthatóak, ezért ne a háztartási szemétbe dobjuk, hanem a nagyobb áruházakban található elektronikai hulladékgyűjtőkbe vigyük.
Hamarosan nyílt hetet tart a Kalászi Zeneiskola, amikor nem csak az újonnan érdeklődők látogathatnak el az intézménybe, de néhány program során betekintést nyerhetünk a hangszerekkel ismerkedő gyerekek és tanáraik közös munkájába, vagy éppen az azt összegző eredményt, a hangszerek koncerten való megszólaltatását is élvezhetjük. A nyílt heti órarend hamarosan elérhető lesz a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola honlapján. Itt olvashatjuk majd az április 22-e és 26-a között kiírt hangszeres és elméleti órák kezdő időpontjait, amikor az érdeklődők megismerkedhetnek a különböző tanszakokkal és a tanárokkal is. Szeretettel vár a Kami minden érdeklődőt a nyílt héthez szorosan kapcsolódó Kezdők koncertjére is, amit a Faluház dísztermében tartanak. Április 29-én hétfőn 17 órai és 18 órai kezdett el. A hangversenyen azok a növendékek mutatkoznak be, akik hangszeres tanulmányaikat az idei tanév szeptemberében kezdték meg. Kiváló alkalom lesz megtapasztalni, hogy bő fél év alatt mennyi tudást sajátítottak el hangszereiken a kezdők, írják a Kami közösségi oldalán. Elérkezett a tavasz, és a jó idővel együtt megjelentek a rovarok és bogarak is. Nem csak magunkat, de a házi állatokat is védeni kell a csípésektől, amik súlyos esetben az életüket is veszélyeztethetik. Dr. Szalkai László állatorvost kérdeztük a megelőzésről és az ivartalanítás fontosságáról. A házi állatok tartása felelősséggel jár, ugyanis életük, illetve annak minősége a gazdájuk kezében van. A felelős állattartás egyik alappillére az ivartalanítás, amelynek fontosságára dr. Szalkai László is felhívja a figyelmet. Az eljárás nem csak a nőstényeket, de a hímeket is egyaránt érinti, hangsúlyozta az állatorvos. Az a lényeg, hogy nem kell feltétlenül picikorban, nagyon fiatalkorban ivartalanítani jószágokat, még a nőstényeket sem, viszont azért érdemes már a nőstényeknél az első tüzelés után megejteni az ivartalanítást. Az, hogy ezen belül mikor, nagyjából a két tüzelés közötti félidő az, amit optimálisnak tartunk erre. Ez minden állatnál nyilvánvalóan más és más, hiszen ugyan nagy általánosságban igaz az, hogy általában ősszel és tavasszal tüzelnek a szukák, de azért ebben is van csúszás, tehát mindig meg kell figyelnünk a saját állatunkat, hogy mikor volt a tüzelés, és az első tüzelés után akkor megbeszélni az állatorvosunkkal az ivartalanítás pontos időpontját. A szükséges beavatkozásokat követően fontos, hogy biztonságosan gyógyuljanak a műtéti hegek, amit többféleképpen lehet segíteni. Ma már nagyon profin tudnak endoszkoppal is ivartalanítani. Itt tulajdonképpen csak néhány luk lesz a hason, de hát azért ezt is ki lehet nyalogatni, meg lehet piszkálni, tehát valószínű, hogy azért a sebet ekkor is védeni kell. Itt jegyzem meg egyébként, hogy ma már tulajdonképpen ezek a kis műtét utáni ruhácskák sokkal jobb és kényelmesebb és kellemesebb megoldást jelentenek, mint a tölcsér. Ezt megint kutyája válogatja, van, amelyik nem tűri meg magán a ruhát sem, meg a tölcsért sem. Tehát erre azért figyelni kell. Az orvosi beavatkozások után a nőstények és hímek teljes felépülése hosszabb-rövidebb ideig is eltarthat. Kanoknál kisebb a beavatkozás, itt ugye az ivarszervek jó esetben a hasüregen kívül helyezkednek el, tehát nem kell bemenni a hasfalon belőle. Viszont maga a sebgyógyulás körülbelül hasonló időt vesz igénybe, úgyhogy itt is egy ilyen nagyjából 10 nap, 2 hét, amikor vigyázni kell a sebre, arra, hogy a kutya ne szedje szét. Kanoknál egy nagyon fontos dolog van, létezik olyan, hogy hasüri rejtett here, vagy egy, vagy kettő, ezeket mindenképpen operálni kell, tudnélik a hasüregben belül maradó herjék hajlamosak elrákosodni, tehát azokat nem szabad otthagyni semmilyen esetben. Az utóbbi években bekövetkező klímaváltozás miatt tanácsos egész évben résen lenni, ugyanis a kullancsok már jóval a melegebb időszak előtt potenciális veszélyforrást jelentenek a házi kedvencekre. A szívférgességet a szúnyogok csípése okozhatja, ezért erre is fokozottan kell figyelni, emelte ki az állatorvos. Most már jó pár éve hazánkban is megjelent a szívférgesség, ami egy nagyon komoly betegség, kezeletlenül halálos kimenetelű, és kezelni is meglehetősen problémás, nehézkes, és nem utolsó sorban rendkívül költséges. Tehát mindenképpen megelőzni sokkal érdemesebb. Az a szerencse, hogy tulajdonképpen összekapcsolható, manár vannak olyan készítmények, amik jóformán az összes ilyen élősködő, meg kártevő ellen védelmet nyújtanak.
Ami nagyon fontos, hogy lehetőség szerint ne menjünk a saját fejünk után, konzultáljunk az állatorvosunkkal ez ügyben. A szívféregre való tekintettel most már nagyon fontos a szűrés. Vérből viszonylagos biztonsággal megállapítható, hogy adott esetben fertőzötte az állatunk, tehát a szívféreg szűrésre is oda kell figyelni. A gazdik minden gyanús esetben egyeztessenek állatorvossal, ugyanis bármilyen készítmény nem megfelelő használata veszélybe sodorhatja az állat életét, hangsúlyozta dr. Szalkai László. A nyakörvekkel az a baj, hogy azok általában nem hatnak a szúnyogok ellen. Tehát még a nagyon jó készítmények sem biztos, hogy ma már megállják a helyüket, mert általában nem képesek a szúnyogok távoltartására. Igazándiból itt azt gondolom, hogy azért az egyedi érzékenység az sokat számít, de egyszerűen arról van szó, hogy amíg ezek vannak, nincs más, addig kénytelenek vagyunk használni, mert sokkal nagyobb problémát előzünk meg. Siposné Bodon Viktória tapasztalt gazdi is törekszik a megelőzésre, nem csak a kullancs, de a szúnyog csípés elkerülése érdekében. Nekünk van egy kombinált rágótabletta, amit az állatorvos ajánlott, én azt adom a leának, ez kullancsokra, szívférgességre, férgességre is ajánlott, és ezt kapja ő. Én szeretem, mert ezt havonta egyszer kell beadni, és tényleg jó minden. Nekem évekkel ezelőtt, szerintem egy legalább 3 éve ezt használom, én nem látok azóta a kutyába kullancsot, és azelőtt volt nyakörv, azért az, hát egy ideig az is jó volt, de annak szerintem a hatékonysága az kevésbé volt olyan jó, meg a szívférgesség miatt ez nagyon jó szerintem. Bármilyen készítmény alkalmazása előtt mindenképpen javasolt egyeztetni az állatorvossal a nem kívánt mellékhatások elkerülése érdekében is, tette hozzá dr. Szalkai László. Több tervezett áramszünetet is tart az E.ON áprilisban Budakalászon. A szolgáltató folytatja az elektromos hálózat karbantartási munkálatait, azonban az ezzel járó áramszünetekre is jó időben felkészülni, hiszen akár egy otthoni munkanap tervét is áthúzhatják. Sok esetben ezeket a beavatkozásokat áramszünet nélkül is el tudják végezni, vannak azonban olyan munkák, ahol ez nem megoldható. Vannak alkalmak, amikor elengedhetetlen kikapcsolni az elektromos vezetékeket és kábeleket, ezzel védve az E.ON dolgozóinak biztonságát a javítás ideje alatt. Az ilyen alkalmakat előre 15 nappal korábban jelzik az ügyfelek felé írásban. Budakalászon transformátor karbantartási munkák miatt április 22-én 13 órától 15 óráig Barátpatak, József Attila utca, Omsk-tó háromszögben, április 24-én pedig 8 órától 15 óráig a Felsővár utcán és a Berdó több utcájában szünetel az áramszolgáltatás. Az érintett címekről városunk hivatalos weboldalán a budakalász.hu-n olvashatunk részletes információt, illetve tájékozódhatunk a szolgáltató E.ON honlapján elérhető úgynevezett áramszünet térképen is. Végül a várható időjárásról. Szerdán hideg front érinti hazánkat, melynek hatására többfelé megerősödik, a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik az északnyugati szél, jelentős csapadék azonban nem érkezik. Nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki a nyugati és az északkeleti tájak között. Délután a Dunántúlon 14 és 20, a Dunától keletre 21 és 27 fokra van kilátás. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Ingyenes LED csereprogramra regisztrálhatnak a budakalászi lakosok a Szájebb Energia Megoldások Kft. Jóvoltából. Nyílt hetet tart a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola április 22 és 26-a között. Dr. Szalkai László állatorvost kérdeztük az élősködők elleni védekezésről és az ivartalanítás fontosságáról. Ennyi volt mára a Budakalász Ma Hírmagazin. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor is jelentkezünk. Maradjanak továbbra is itt a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Félidő című magazinműsorunk, melyben a Szájebb Budakalász Telekom Veszprém kézilabda mérkőzés összefoglalóját tekinthetik meg. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a www.szentendre.media.hu per TV Budakalászon.
és megtalálhatóak vagyunk a közösségi oldalakon is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, vagy töltsék le telefonos applikációnkat. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!